A honvédség fontosnak tartja, hogy a civilek is közelebb kerüljenek hozzájuk, megismerjék azt a technikát, amit használnak. Ezekről az eszközökről Szlosziár Balázs ezredes, a dandár parancsnok helyettese beszélt a mai bemutatón. Az ide kilátogatók egyrészt láthatják, mögöttem láthatók azok az eszközök, amik a tatai dandárnál, a 25-ös dandárnál vannak rendszeresítve. Ami még orosz típusú, de már modernizált, tehát nyugati rádiókkal, eszközökkel felszerelt BTR-80, illetve 80 per A páncélozott szállítójárműveket, a vezetési pontoknak használt Mercedes terepjárműveket, amik szintén nagyon modern nyugati rádióeszközökkel vannak felszerelve, illetve egy tehergépjárművet, ami szintén egy Mercedes típusú tehergépjárművet, amelyek részről láthatjuk egyrészt a második páncélos felderítő ezred egyik gyalogsági harcjárművét, Bradley gyalogsági harcjárművét, ezen kívül a 173-as légiszállítású ezred Hemvi típusú páncélozott szállító eszközeit, amilyen különböző fegyverekkel vannak felszerelve, Mark 19-es gránátvetővel, úgynevezett TOW-2 páncéltörő rakéta komplexumokkal, illetve egy 50-es kaliberű géppuskával. Ahogy az egyik barátom megfogalmazta, hogy amerikai eszközt magyar villáskulcsra nem lehet meghúzni. Egy teljesen más kultúra, teljesen más megközelítés a technológiai fejlődés, illetve a hadsereg szervezés szempontjából. Teljesen más az amerikai eszközrendszer. Amit mi megpróbáltunk itt gyakorolni itt az elmúlt pár hónapban, még egyszer mondom, nagyon-nagyon komoly és nagyon sok tapasztalatot hozó munka során, hogy ezek a teljesen különböző eszközök, tehát a mi magyar, német, orosz típusú eszközeink hogy tudnak együtt működni, együtt harcolni, milyen eljárásokkal tudunk együtt mozogni egyáltalán, illetve kommunikálni ezekkel az eszközökkel. A piac térre kilátogató felnőttek és gyerekek egyaránt élvezték a látványos bemutatót. A katonaság iránt érdeklődő fiataloknak inkább az amerikai eszközök tetszettek, hiszen, mint mondták, azokat csak a tévében látják. Nagyon érdekes, hát az ember ritkán lát ilyen amerikai típusú harckocsikat. Nagyon érdekes, igen. Ezek a Hammer harckocsik, ezek nagyon tetszenek, ezek a terepjárók. Érdekes látni ezeket, hát ugye az ember ritkán lát ilyen típusú kocsikat, csak a tévében, meg a híradókban. Szerintem ez egy jó dolog, igen, hogy így próbálnak közelebb kerülni hozzánk, meg így barátkozni. A két nemzet katonáinak közös gyakorlata természetesen nem csak szakmai szempontból, hanem emberi oldalról is fontos, mert egymás kultúráját is megismerhetik.